sokáig gondolkodtunk egy ilyen kiállítás megszervezésén. Úgy terveztük, hogy itt a menekültségben mindenki valamivel, hogy a bánatát, búját valamivel előzze, valamivel foglalkozott. Így keletkeztek nagyon szép festmények, kézimunkák, vannak nagyon szép magyar kézimunkáink is a kiállításon, horgolások, fafaragások, fából faragott dolgok, festmények nagyon szépek, mindenütt meglátszik valamennyire az a honvágy, ami bennünket visszavágyódunk Baranyába. Ez fontos volt, hogy még egyszer, jó? Tehát mindegyiken meglátszik. Mindegyiken meglátszik az, hogy mennyire vágyódunk haza, hazánkba, hát a honvágy mindenütt meglátszik. Jó. Na most azt kérdezik, hogy kb. Hány kiállítóval? Hát itt a menekülteknek csak egy nagyon kicsi része állította ki a kézi munkáit, festményeit, más dolgait. Hát körülbelül 30-an állítottunk ki. Nekem különben nincs itt semmi most, mert én már többet nem bírok kézi munkázni, az én kezeim már nem bírják. De ezért a lányom itt kiállította. A többségben melyik vidékről vannak a Többségében Beje, Kopács, Daroc és Laskó. Laskai népek állítottak ki. Ez mostan a bejei községnek a területéről. De vannak, például vannak Lászlóról és Kórogyról, nem tudom még pontosan melyik helyekről vannak még kiállított tárgyak. Kedves nevétel, ezt is mondja, hogy jó? Tibor Anna vagyok. Tibor Anna. Tibor Anna. Tibor Anna. Oké, okay. Nagyon szépen Tibor köszönöm. Anna. Jó, készen is vagyunk. Itt vagyok, meg a mind memóriát csinálok ezzel.